Hogyan kell szuper jól nyuszikat tartani? Mi a legfontosabb? Hát a legfontosabb, hogy mindig legyen vizem, meg hogy, hogy el kell látni mindig, hogy foglalkozni kell vele. Az mit jelent a mindennapokban? Hát, hogy etetni kell, itatni, mindig legyen előtte minden, hogy úgy... Mesélj már el nekem, hogy neked hogy telik egy napod? Mennyi időt kell egy napon belül a nyuszikra szánni? Télen, amikor be van fagyva a víz, akkor azt ki kell törni, meg kell letetni, meg kell itatni, hogyha kicsi van, akkor úgy meg kell nézni őket, és hát kb. Ennyi, meg így. Én szoktam simogatni őket. A Porszem Lovas Egyesület minden évben hangsúlyozza, hogy ha nem fontos, akkor ne vegyenek a gyereknek élő állatot sem húsvétra, sem karácsonyra. Aki vesz, az nyilván átgondolja, és a felelős állattartás keretein belül el fogja tudni látni. Ha véletlen mégsem így történne, akkor nyilván mi most húsvétkor befogadjuk a nyuszikat, tavaly is fogadtunk be nyuszikat, és azt is érdemes elmondani, hogy nem esszük meg őket. Nálunk minden állat kollega, tehát a nyuszik lesznek a terápiás állatsimogatóba kerülő állatok, egyébként a kecske a kertész, a birka a fűnyíró, és hát nyilván a többiek is nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak a mi életünkbe. Nagyon sok gyerek jár ide hozzánk lovagolni, és akik tényleg nagyon-nagyon aranyosak, lelkesek, ők elláthatják ezeket a befogadott nyuszikákat, segíthetnek abban, hogy boldog nyulak legyenek. Például vannak olyan gyerekek, akik már-már rendszeresen azért jönnek, hogy a kis állatainkat etessék és tisztán tartsák. Jó, nyilván a ló a legfontosabb állat itt nálunk a Porszemnél, de nagyon lelkesen látják el a kisebbeket is. Sőt, van olyan kisgyerek, aki annyira lelkes és annyira jól bánik az állatokkal, hogy ő vihetett haza nyuszit, vihetett haza tyúkot, és aztán otthon, ha a szülő megengedi, akkor ők ezt tovább gondozhatják, ápolhatják. Még olyan is van, aki azt mondta, hogy ő tenyészteni fogja őket.